belőti homlokom. Oké, megvan. Végül sikerült kialkudni, hogy csináljunk a Strawberry PBJ Time-ről egy külön videót. Az a király, hogy amilyen sorrend megjönnek ezek a videók, full nem értitek, hogy ezen miért kellett alkudni, mert ez később fog meg. Nem, ez egy ilyen igazi Marvel Cinematic Universe, ahol így először nézzétek meg az első részt, utána a negyediket, igen, utána forgattuk a másodikat, nem, utána a harmadikat és végül a másodikat. Ideális. Na mindegy, nem is tudjuk, hogy milyen ütemben lesznek kihozva. Én csak azért vagyok itt, mert lehet sörözni. Délelőtt lehet inni. Ez az egész videózásnak a lényege. Nem is minden videót töltünk föl. Néha csak iszunk. Néha nincs is kamera. Az a legdurvább. Na, Strawberry PBJ Time szerintem a legjobb mead. Az egész kibaszott üzemben. Akkor vissza is zárom. Ah, azt hittem, azt mondja, hogy a világon. Vissza is zárom. Megsíszom. Tudom, hogy kaptál tiszta poharat, nem kell az előzőt használni. De ez, igen. De a Valhöld előzte meg nekem. Ez. És akarom inni újra. Menni fog? De most merre meg a kezed? Sose. Eperrel annyira rohadt nehéz dolgozni. Körbeadhatjuk akkor. Ne alakjuk körbe. Szörnyedegek azért, ne igyatok belőle sokat. Mi is akarunk. Igen, szerintem még keveset töltöttem magamnak. Barátod, hogy mesélj neked róla. Lehet azért. Hát én is elég keveset kaptam, szabad jövőjön. A következő Your Weekend Lover kóstol a spoiler alert, mert teljesen beleszünk. Jó, az alkohol tartalmát azt mondjuk konfirmáltuk ezeknek a médeknek így a harmadik kóstolóra, hogy... Akkor is kellett volna egy tiszta pólát. És akkor ez meg a Vivian. A Vivian is kap egyet. Kapjunk egy jó Vivian-t. Vivian? De most üvegből. Gyerünk üvegbe. Szívozzál, és köszönjük, hogy velünk tartottatok a Strawberry PBJ Time kóstolásakor. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, lájkoljátok a videókat, nézzétek meg a többi videónkat, a webshopban megtaláljátok a palackokat, együtt is meg tudjátok vásárolni ezeket a palackokat, 0-3-5 bőjön ki, és a mit szerint bőről is projekti tovább is ajánljuk. Ne felejtsetek el megvásárolni a palackokhoz a belbért is. Hey. Pillanat. Szóval szerintem nagyon nehéz eperrel dolgozni, mert szinte soha nem lesz epres. És sok főzdénél látom azt, hogy a végén az utolsó megoldáshoz nyúlnak, és aromát tesznek bele. Ahogy ez. És kiönti. Soha. Most már a tahitót falui epres sörünk szerintem 3,5 éve várja azt, hogy jó legyen. Állítólag már javul, nem? Tudod, elkezdte feloldani a tartát. Szóval annyira nehéz egyébként epres ízt kicsikarni egy sörből, mert nem fermentálódik jól az eper. Olyan semmivé megy. Hát azt szoktátok mondani, hogy ilyen gázolaj, benzin. Vannak ilyenek, amik így nullába fermentálják magukat, mint a narancs, az ananász, az eper. Minden olyan igazából, amiből lekvárt csinálsz, az értelmetlen módon fermentálódik, és akkor valamiért egyébként a laktóz segít ezeken, de úgy tűnik, hogy a mogyoró meg az édesség is segít ezeken. Meg ugye az, hogy ebben nem fermentálva van az eper. Az például segít. Igen. Na, ez például segít. Ezt nem... Ezt sajnos nem tudtam. De minden nap tanulva művölt az ember által. Igen. Igen, igen. Ez melyik főzde? Szóval úgy döntöttünk, hogy na jó, innentől kezdve sem tudok úgy beszélni róla, mint hogyha benne lettem volna a kreatív részébe. Szóval úgy döntöttünk Balázsral, miután rosszul fermentáltunk. Pedig benne voltál egyébként. Te döntöttél úgy. Azt mondtam. Balázs az egyik nap odajött hozzám reggel, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Azt mondom neki, nem egyértelmű Balázs. Hát nem egyértelmű. Ne kell pasztőrözni. És egyébként pont emiatt van egy kis szekrény pasztőrünk, amit megvettünk valamilyen leeselejtezett üzemből 3 aranytallérért.
És most így nem kell kenet tennünk ezekbe a sörökbe, ami tök jó, mert egyébként szerintem egy tök utálatos ízt ad. Igen, tehát... A Meat Scientistnél is azért gyúrunk most egy pillanat pasztőrre, hogy teljesen kihagyhassuk a dobozoltakból is. Igen, ugye a szekrény pasztőr az azért nem tudná megoldani mondjuk a nagyüzem problémáit, mert nagyon korlátolt a kapacitása, szóval mit tudom én, napokba telne lepasztőrözni egy egész becset. De igen, szóval ezekben egyébként ugye eper most így nem olyan nagy titok, de ezekben sűrítmény formába került, egy tök jó eper sűrítmény, és azt találtuk, hogy egyébként ez az egyik ilyen legklasszikusabb peanut butter jelly kombináció, így a talán a málna meg az eper, ami azt gondolnám, hogy a legautentikusabb amerikai kisgyerek. Majd jövőre. Az is lehetett volna egyébként. Azt most kihagytuk teljesen, nem? Az áfonyát most kihagytuk, de azért jött helyette. Hát fekete rivizli, az már majdnem olyan, mint az áfonyú, csak... Az majdnem olyan. Kisebb és nem hasonlít rá. Szóval ez annyira egyben van nekem, ez a pont emiatt az eperlekvár miatt, hogy... Mi egyébként? Csak úgy érdekel. Én nagyon szeretem az eperlekvár. Én nagyon szeretem az epret is egyébként, és valahogy ezzel a magyaróval, ez engem idegráz tőle, ez annyira jó. Szóval valahogy el kéne kezdeni róla rossz dolgokat mondani, hogy ne vegyék meg az emberek, és még ezt ihassuk egész következő évben. Szerintem ami jó ebben a sorozatban az az, hogy hogy a különböző gyümölcs addícióktól egészen más arcát mutatja meg az alapkoncepció, és hogy nem ugyanaz a történet készül el újra és újra, és nem egy jó alapkoncepciónak a másolatának, a másolatának, a másolata lesz, hanem hogy mindegyik egy ilyen nagyon egyedi, és közben nagyon szép tétel lesz. Hát, ugye most egy Chuck Palahniuk referenciát hallhattunk tőled? Megeshet, hogy akik elég erőteljesen figyelnek, azok felfedezhetnek néha ilyeneket. Ezek a kis manérjaim. Szép. Szóval egyébként a gyümölcsök azok ugye pont úgy lettek összeválogatva, hogy ne legyenek nagyon hasonlók. Szóval, hogy kicsit lefedje így a gyümölcsök tartományát, olyannyira, hogy a juhasszirup is belekerült, ami sokak szerint nem is gyümölcs. Vannak ilyen juhasszirup tagadók. Írjátok meg kommentben, hogyha mit gondoltok erről a hogy most a juhasszirup mondásról, vagy nem. Igen. Hány darab? 5 vagy 4 jön ki összesen ebből a... 5. 5? 5. Igen. Most több, de aztán lehet, hogy jövő. Van egy ötödik. Meggyes. Egy titkos. Ugye? Szárcseri. Igen. Ja. Nem mondjuk, szóval, hogy megy. Mivel nagyjából 2 év volt megcsinálni ezt a dolgot, a visszajelzések alapján legközelebb 2024-ben tudunk ilyet prezentálni megint. De már egyébként... Van. Hát több mint fél éve van már hordóban mély sörünk, szóval... De hogy abban nincs mogyi. De magyarul azt még utólag is lehetni, ezeknél is ugye került bele utólag. Tudod, ahogy mondtad még akkor, hogy igen, ugye Tamás meg, ugye Balázs ment valamelyik nap, és így kérdezte a Tomit, hogy ugye van mélysőrünk, de hogy a magyarul az nem került bele ebbe a hordóba, és akkor mit is mondtál, Tomi? De... Tegyétek bele. Vagy ezt utólag is bele lehet tenni, Balázs, uh-huh. Nem? Azt hittem értetek hozzá. Engedjétek a magyarulókat hozzám. Nem Jézus, tudom, hogy nézett. Érzel egyébként szép ízben különbséget a között, hogyha már Whirlpoolban adunk hozzá. Egyébként Whirlpoolban jóval nagyobb mennyiségű magyarot tettünk hozzá, mint utólag. És mégis úgy tűnt, hogy ugye az egyetlen tétel a PBJ szériából, amiben nincs utólag magyaró, csak ez a Whirlpool magyaró, az a fekete ribizlis. És szerintem az is tökre magyarós, csak nem tudom, hogy attól lesz ennyire jó, hogy mind a két addíciót kihasználtuk, vagy igazából az utolsóval ki lehet váltani ezt az egészet. Én azt gondolom, az utolsóval ki lehet, mert igen, azért marad megerősebben hiába a kisebb mennyiség, mint a Whirlpoolban, mert nem erjed már, tehát hogy nincsenek már kierjedő illatok, ízek, stb. És akkor ez tök jól tud érvényesülni. Ez egy kiváltató, és megelőzhetjük azt, hogy szar legyen a kihozatal, és teli menjen a főzőrendszer magyaróval. Igen, ezt imádtuk. Állítólag ez jó. Állítólag. Nincs. De pont emiatt volt jó, hogy Gergő főzte. Ja, igen, igen. Neki mindegy. Mert neki nagy a türelme. Igen. Szívesen Gergő, ha nézed ezt a videót. Szerintem Gergő nincs semmi. Szerintem nem ér rá, szerel. Valószínűleg szereli a dobozolót.
Remélem, hogy szereli a dobozot. Reméljük, mert nem működött délelőtt. Szóval szerintem itt iszonyatosan finom ez. És teljesen meg vagyok tőle őrülve. Bár a Balatonon, amikor kóstolgattuk ezeket, akkor voltak olyanok, akik borosak, akik azt mondták, hogy nekik inkább a Medix-nek a száraz vonala az, ami tetszik. Én nagyon szeretem az ilyen intenzív dolgokat, tehát én nagyon szeretem a késői szüretelésű bort, én édes szájú vagyok. Ezt nem látszik, de így van. Szóval én imádom ezt a vonalat. Ez csak az eper által van visszaédesítve, vagy még plusz mézet is kapott? Ez csak az eper. És ez milyen mézből van? Ebből a sárga folyós fajtából. Á, értem. A kedvenc mézem. Egyébként a vegyes irány. Nagyszerű. Ez az a pont, amikor elköszönünk tőletek, mert a Tominak a kamera mögött nagyon kell köhögnie, és nem tudja már. Nem mutatja, hogy már lila a feje. De hogy köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a videóban, és iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljátok ezt a tartalmat, és írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok, ha esetleg kóstoltátok. Hogy esetleg gyümölcse, a juhar szirup, vagy inkább zöldség. Mondjátok el.